fénybe került. Mr. Five Euros, két kedvenc, de bírónő, meg J. Lamorena, Firsty és Lavi Zor is jó játék lehet. Kiegyenlített mezőny, 1000 méter a szintetikus pályán, bírónő is a helyére kerül. Ő volt az utolsó, és el is startol a futam, bírónő kicsit gyengébben kezd össze és csuknak neki. Bent a falon Mahagón és meg J-nek hiába volt külső starthelye, megy folyamatosan befelé, és nagyon hamar úgy tűnik, hogy el is tudja venni a falat a többiektől. Úgyhogy meg J most már a frontban, meg J mögött ott van Mahagóni, Mr. Five Euros és Amorena hármasa. Majd érkezik Firsty, kicsit lemaradva két-három osszal követi őket Lavi Zor, és a bírónőnek a gyengébb startját követően nagyon nehéz a helyzete. Meg J előnye egyre inkább olvad a kanyar végez közeledve, Amorena megérkezik mellé mögé. Meg J, Amorena, mögöttük Mr. Five Euros és Mahagóni, a sorrend kívül a Firsty próbál jönni, bírónő és Lavi Zor pedig eléggé messze, amikor már az utolsó 300-ra ér a mezőny, és Amorena gyorsít. Amorenával fokozza Stanarevics a tempót, a távoztunk pozérve Amorena átveszi könnyedén a vezetést Meg J-től. Firsty a háttérből óriási lendülettel, ő lett majd a nyerő mögött a második, de Amorenára alig ha jelent már veszélyt, hiszen csak 50 méter van hátra. Amorena pesti pályafutása második sikerét alatja, Amorena, Firsty, és a legvégén Meg J-re Mahagóni is rászaladt, közöttük célfotó fog majd dönteni. Bírónő viszonylag közel a gyenge startját követően, viszont Mr. Five Euros sokkal gyengébb a vártnál. Amorena viszont nem 4-es, 5-ös, 3-as lehet valószínűleg, de aztán lesz ott célfotó, valóban a 6-os nagyon felszaladt Mahagóni az utolsó métereken, és ez az, amit mondtam, hogy először fut handicapben, mindegyik lóra oda kell figyelni, Mr. Five Euros az nem adta ezt a formáját, viszont Firsty igazolta azt, hogy szintetikus felület az ő. A két fézzelók közül, hát Mr. Five Eurosra gondoltunk mi is inkább, nem megy jól. Két favorit volt, az 1-es és a 6-os, ahogy lenni szokott kis mezőnyben. Az 1-es és a 6-osra nem fizetnek, méghozzá közel sem fizetnek egyikre sem. Bírónőben is bíztunk, hát neki a startja sem volt jó. Amorena viszont roppant eredményes és volt. És milyen jó, hogy el tudott indulni, mert azért őt nógatni kellett nagyon ott a kikentréhez. Meg J remekül kezdett, ugye erről beszéltük, hogy hogy oldja meg vajon Kovácssal a 8-ast. Hát elég agilisen kezdett, ha lehet ilyet mondani. Mahagóni jön a végre, azt mondta, nem fizetnek rá, hát meglátjuk, mert azért nagyon-nagyon rászaladnám meg J-re. Egy elsőre még azt is éreztem, hogy elkapja, de nézzük hát, ha a lassítás után egy kicsit jobban tudunk majd tippelni. Hát nem kapja el, meg J lesz a harmadik, talán. És hát írul, ahhoz képest közel van. Sorrend. 4-es, 5-ös, a harmadik helyet célfotó a 3-as és a 6-os között. Amorena, rá nem lett passz. 3 verseny, 3 remek futás. Gyorsló. Minden bizonnyal további javulás lehetett. És hát Firstynél is szerintem ő javulhatott úgy szintén. Nagyon szépen zárkózott. 4-es, 5-ös. Nagyon elő nem lesz azért ez a tábla. Ha egyáltalán rajta van. 4-1, 4-6, 4-2, 4-8, 4-3. Hát még Firsty speciál úgy látom a legkevésbé volt játszott, úgyhogy én nem is látom az első 30 között a 4-es, 5-öst. Jó pénz lesz. És meg J-lel, hogyha valóban ő a harmadik, akkor meg még jobb a hármas befutó, akkor a három favorit egyike sincs ott a dobogón. Lavi Zor első handicapjében nincs közel. Érzése azért, ez egy nagyon gyors verseny volt számára, nem biztos, hogy ez igazán feküdt neki. Tudhattuk feltétlenül, de nagyon nem ízlet. Mr. Five Euros meg azért komoly csalódás. Hát bírónőnél pedig, hogyha abból indulunk ki, hogy ő azért rendszerint hűségesen adja a formáit, azért akkor jelenthet ez sokkal.